Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 22-e van, a mennyhértek ünneplik névnapjukat. 160 éve annak, hogy a Genfi Egyezmény jóvá hagyta a Nemzetközi Vörös Kereszt létrejöttét. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Elkezdődött néhol a kukorica betakarítása Vajdaságban. Öntöző rendszerek kiépítését támogatja a tartomány. Felújítások a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményben. Lovastábor tartanak Tótfaluban. Elkezdődött néhol a kukorica betakarítása Vajdaságban. A szárazság és a hőhullámok megtették hatásukat, alacsony hozamokra lehet számítani. A gazdák szerint a napraforgóval sem sokkal jobb a helyzet. A Szent Tamási serfőző Lászlónál is megkezdődött a kukorica betakarítása. Kevés tengeri termet, emellett a felvásárlási ár alacsony, a műtrágya, a mag és a vegyszer pedig drága. Hát a kukoricát tegnap elkezdtük morzsolni, ilyen 3 tonna van holdanként, 12% nedvessége. A többit nem lehet még csinálni, nagyobb a nedvesség. Hát ez még fél termésnek mondható. Hát a napraforgókat majd jövő héten bírjuk kezdeni csinálni, mert azok még zöldek, nem lehet csinálni. A napraforgók változó hozamokat mutatnak. Ezt nagyban befolyásolták a helyenként kialakult villámzáporok. Az eső áztatta parcellákon több termést tudnak betakarítani a gazdák. A kukoricát is és a napraforgót is elkezdték aratni. Hát a gazdák nem elégedettek, ugye, mert hogy maximum fél termést tudtak az idén elérni. A napraforgónak az átlaga Péter révén, ahogy hallottam, olyan 800-900-1500 kilóig, ami elég negyed termés. Óbecsén 18-tól 20, Bácsföldváron 20-tól 22 más a termet holdján. Ezeken a területeken valamivel jobban sikerült a napraforgó. A kukoricánál a csövek kicsik, kevés magot tudtak kinevelni a növények. A kukoricát azt még nagyon kevesen kezdték el, de azt mondják, hogy olyan száraz, mint a puskapor, 10,5 meg 12 nedvessége van, úgyhogy ezt már lehet szedni. Jó, az attól is függ, hogy ugye milyen fajtát választott az ember, mert a korai fajták azok persze, hogy beértek, a késői fajták is azok inkább megsűtek, de a nedvességet nem kaptak. Szóval, hogy amelyik részen kapott időben esőt a kukorica is, meg a napraforgó is, az ugye nagyobb termést tud produkálni, tehát ez nagyba függ most az időjárástól. A kukorica és a napraforgó mellett már a szója kombájnozása is megkezdődött egyes parcellákon. Öntöző rendszerek kiépítését támogatja a tartomány. 294 nyertes pályázóval kötött szerződést a tartományi mezőgazdasági titkárság. Ebben az évben 370 millió dináros keretösszeget különítettek el erre a célra. A kishegyesi Lengyel Andor másodízben pályázott a tartományi titkárságnál. Főként klasszikus növénytermesztéssel foglalkozik. Az utóbbi évek termései is azt mutatják, hogy nagy szükség van az öntözőrendszer kiépítésére, így gondolkodás nélkül élt a pályázati lehetőséggel. Mivel kanál is van a területem közelébe, és van trafóállomás is, úgy gondolom, hogy így gazdaságos lesz, ha locsolást beiktatom a gazdaságomba, és bizonyára egy kicsit kompenzálni bírjuk ezt a szárazságot egyes területeken. A tartományi titkárság célja, hogy az öntözőrendszerek segítségével növelje a locsolható mezőgazdasági területek arányát Vajdaságban. Az ebben a pályázati körben kiosztott támogatási eszközök révén mintegy 3000 hektár termőföld kerül majd öntözés alá. Részfinanszírozásról van szó, a tartományi titkárság az elszámolható beruházás 60%-át támogatja, de abban az esetben, ha a pályázó 40 évtől fiatalabb, illetve női vállalkozóról, gazdálkodóról van szó, abban az esetben a pályázati beruházás támogatásának a mértéke
70%-ot is eléri. Az öntözés kulcsfontosságú a terméshozam növelése szempontjából, a csapadékhiány idején hatalmas segítséget jelenthet. A gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb termelést tudnak megvalósítani. Kifizetődőbb lakást vásárolni Szerbiában, mint bérlőnek lenni, vélik a szakértők. Az Euribor, azaz az európai bankok egymásnak felajánlott euró hitelkamatainak napi szintű speciális átlagolásának csökkenése kedvezőbb hitelfeltételeket eredményez. Azonban ennek következménye az ingatlan árak emelkedése is. Az viszont kedvező hír, hogy az árak lassabban emelkednek, mint az előző időszakban, és a kínálat is nő. A köztársasági geodéziai intézet adatai szerint Szerbiában a lakások 85%-át készpénzért vásárolják, míg 25%-át hitelből. A beruházók szerint az új lakások már a munkálatok befejezése előtt elkeltek. A legutóbbi felmérés szerint az emberek 30%-ának van egynél több ingatlana, 123 ezren bérelnek lakást, arról viszont nincs pontos adat, hogy hány lakást adnak ki az országban. Új tetőtéri csoportszobákkal, nyílászárókkal és vizes gócokkal kezdődik meg a tanév a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény életében. Az épület bővítésének és korszerűsítésének köszönhetően az óvoda 50 új gyermeket tud majd fogadni. A beruházások összértéke több mint 2 millió dinár, amelyet a topolyai önkormányzat és a tartományi oktatási titkárság támogatott. Az utolsó símítások zajlanak a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézmény két új tetőtéri csoportszobájában. A termek új nyílászárókat kaptak, a falakat átfestették, és hamarosan a padló is laminálva lesz. Emellett új vizes gócokat is beépítettek a gyermekek és az intézmény dolgozói számára is. Fent a tetőtérben volt helyünk, ahol tudtunk még kinyitni, vagyis illetve folyamatban van két csoportszoba kialakítását. Az egyik csoportszobában, a nagyobb szobában 30 gyereket tudunk majd ugye elhelyezni, a kisebbe pedig 20 gyermeket tudunk majd szeptembertől elhelyezni. Topolya községben a szülők tehermentesítése és a gyerekek biztonsága érdekében a vezetőség nagy hangsúlyt fektet a megfelelő környezet biztosítására. Ezeknek a munkálatoknak az összértéke 2 millió 140 ezer dinár. Ebből az összegből 1 millió dinárt az oktatási titkárság támogat és finanszíroz, ugyanakkor 1 millió 140 ezer dinárral a községi költségvetésből finanszírozzuk ezt a projektumot és ennek a projektumnak a megvalósítását. Szeretném kiemelni, hogy ennek a beruházásnak köszönhetően csökkenni fognak a várólisták, és a két csoportszobában 50 gyerek veheti majd igénybe az iskoláskor előtti intézménynek a szolgáltatását. A tartományi oktatási titkárság az idei évre vonatkozóan 186 millió dinár értékben írt ki pályázatot a vajdasági oktatási intézmények felújítására. A nyertesek egyikeként került ki a topolyai intézmény is, amelyet az illetékes titkárság 1 millió dinárral támogatott. Az elkövetkezendő másfél hónap arról fog szólni, hogy ezeket a felújítási munkálatokat megtekintsük. Természetesen azért, hogy a titkárság intézkedéseit is fókuszba hozzuk, meg hogy az intézményeink is ugye lássák a lakosok, hogy megújulnak. Persze tesszük ezt mind azért, hogy úgy a gyerkőcök, a tanáraink, a diákjaink is egyre jobb körülmények között tudjanak tanulni és ugye eltölteni a napot. A Bambi iskoláskor előtti intézmény 13 objektummal rendelkezik a község területén. Topolya mind a négy óvodájában és Bácskosút falván van egész napos ellátás. A többi településen félnapos ellátással működnek. Az idei évben az intézmény szolgáltatásainak díját közel 23%-kal csökkentették. A 2024-2025-ös évet összesen 753 növendékkel fogják kezdeni a községben.
Az elmúlt két hónapban 105-en haltak meg közlekedési balesetben Szerbiában, mondta Slavisa Lakić-Jević, a közlekedési rendőrség igazgatóságának vezetője a szerb közmédia műsorában. Kiemelte, hogy a magas hőmérséklet nagyban befolyásolja a vezetést, pont úgy, mint a hó vagy a jég a téli időszakban. Csak Belgrádban az év eleje óta 7500 közlekedési baleset történt, azaz naponta átlagosan 37. Két országos akció is volt az elmúlt két hónapban, amikor 115 ezer sofőrt és járművet ellenőriztek, és 63 ezer büntetést róttak ki. Túl sok olyan sofőr van tehát, aki nem tartja be a közlekedési szabályokat, figyelmeztetett Lakić-Jević. A járművezetők figyelmetlenek, hosszabb utak során pedig nem tartják be a két óránkénti ajánlott szünetet, hívta fel a figyelmet az illetékes, aki kitért a közelgő tanévkezdésre is. Od 2. septembra počinje školska godina, a Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi posebne aktivnosti pred početak školske godine. Mi iz Uprave saobraćajne policije gotovo ceo septembar i oktobar ćemo biti u zonama škola. Već smo u prethodnom mesecu uradili nadzore nad saobraćajnom signalizacijom koja je u zoni škola da bi nam deca odlazila i dolazila iz škole bezbedno. Da li smo upravljačima puta, da li je to lokalna samouprava ili javno preduzeće puta iz Srbije, da otklone neophodne nedostatke i mi iz ministarstva ćemo dati maksimum da bi nam deca bila zapravo bezbedna u zonama škola, a i deca nam jesu prioritet. 10 migráns holttestét találták meg az illetékesek, miután csütörtök hajnalban felborult egy csónak a Drínán. A bevándorlók két csónakkal próbáltak egyik országból a másikba jutni. A 18 túlélő közül 16 szíriai és 2 egyiptomi, közülük 8 személy nagykorú, 10 pedig kiskorú. Újabb jelentős pedagógus béremelés lesz 2025-ben Magyarországon, jelentette be a Kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, azt vállalták, hogy a tanárok bére eléri majd a diplomás átlagbér 80%-át. Ennek megfelelően 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint lesz. A pedagógus átlagbérek 820 ezer forintra emelkednek. Gulyás Gergely a migrációs helyzetről is szólt. Elmondta, Brüsszel mindenáron azt akarja kikényszeríteni, hogy beengedjék a migránsokat. Ha erre sort kerül, akkor minden migránsnak fel fogjuk azt ajánlani a határon, hogy az európai eljárásrend betartását követően önkéntesen és ingyenesen Brüsszelbe szállítjuk őket, szögezte le a miniszter. Heves harcok dúlnak a Donyecki régióban. Az oroszok folyamatos előre nyomulását Volodymyr Zelenszky is megerősítette. Az ukrán elnök egyúttal arra kérte szövetségeseit, hogy teljesítsék a hadianyagszállításra tett vállalásaikat. Egy ember meghalt, 16 pedig megsebesült a Herszon régió 24 települését ért orosz tüzérségi támadásban. Pokrovszkban az ukrán erők nehezen tartják a stratégia fontosságú települést. Annak ellenőrzése nagy lépés lenne Moszkvának a Donyecki régió elfoglalásához. Az ukrán elnök reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Kijev minél hamarabb hozzájut a befagyasztott orosz vagyonból származó 50 milliárd dollárhoz, amely segítséget az EU 27 tagállama az év elején megszavazott. Legalább 11 ember meghalt ma reggel egy lakóépület elleni izraeli támadásban az észak-gázai Beit Lahia városában, jelentette a palesztin Wafa ügynökség. Orvosi források szerint a legtöbb halott gyermek és nő volt. Legkevesebb 25 ember vesztette életét szerdán a gázai övezet középső és déli részén lakóházakat, iskolákat és sátrakat ért légicsapásokban, így a halálos áldozatok száma 53-ra nőtt, és több tucatnyian megsebesültek. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 8 országból vonultak fel a táncosok a 23. Interetno Fesztivál nyitónapján. Az Óbecsei Népkönyvtárban 7. alkalommal szerveztek zenetábort.
Életének 86. évében elhunyt Berczeli István Kossuth és Liszt Ferenc díjas érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze. Berczeli István 1965-től a Debreceni Csokonai Színház tagja volt, ahol első jelentős szerepe Don Giovanni volt. Az operaházban 68-ban Valentinként mutatkozott be, mint vendég, 2 évvel később lett a színház tagja. Berczeli István számos elismerésben részesült, átvehette a Bartók Pásztori díjat, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, a Székely Mihály és Olá Gusztáv emlékplakettet, a Melis György díjat és a Sudlik Mária emlékdíjat, valamint beválasztották a Halhatatlanok társulatába is. A Magyar Állami Operaház Berczeli Istvánt saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek. Nyolc országból vonultak fel a táncosok a 23. Interetno Fesztivál nyitónapján Szabadkán. A hazai együttesek mellett Bolívia, Portugália, Ecuador, Kolumbia és Bulgária is bemutatkozott. Szabadkad otthont vajdaság egyik legjelentősebb összművészeti kulturális eseményének, az Interetno Fesztiválnak vasárnapig. A folklór és a népművészet jegyében zajló programsorozat nyitónapján látványos felvonulás keretében mutatkoztak be a meghívott táncosok. A várva várt világ elérkezett újból Szabadkára, megérkeztek a vendégeink, mindannyian itt vannak most már Szabadkán. Az est fő attrakciója Fitos Dezső társulat, a falu című néptánc összeállítása volt. Ők Magyarország legfiatalabb hivatásos néptánc együttese, akik a nagy színpadi fellépés után a Népkörfesztivál klubjában is megtáncoltatták a fesztiválozókat. A társulat művészeti vezetője Fitos Dezső 22 éve volt utoljára ezen a fesztiválon. Már akkor bele ecsöppentem ebbe a gyönyörű városba, ami egyszerűen csodálatos épületek, jó hangulat, tehát jók az emberek, jó pezsgés van, tehát nem ismeretlen a hely. A fesztivál a kulturális tartalmak mellett kirakodó vásárral és gyermekprogramokkal is várja az érdeklődőket. Az Óbecsei Népkönyvtárban 7. alkalommal szerveztek zenetábort iskoláskorú gyerekeknek, akiket profi zenészek vezetnek be a pop és rock zene világába. A kis muzsikusok záró koncertje szerdán lesz Óbecsén. Szerdán még egyéni hangszeres foglalkozásokon gyakoroltak a gyerekek az Óbecsei Népkönyvtárban megszervezett zenetáborban, csütörtöktől már zenekari próbákat tartanak. A 9 éves Milica Cvetkovics énekel és gitározni is tanul egy rövid ideje. Ebbe a táborba is örömmel jött. Mogu naučiti više, a i ima puno drugara i puno devojčica i sve. I Szilágyi Ákos visszajáró résztvevője ennek a zenetábornak. 5 éve kezdtem el ebben a zenetáborban gitározni, mert nagyon jó dalokat tanulunk is, nagyon jó a társaság. Ognyen Spájics még csak 17 éves, de már ő tanítja gitározni a gyerekeket. Ő 10 éves kora óta tagja, a Lovas Gyiánta vezette Katica Bogarak zenei központnak. Mave godine pitala da li bi ja bio voljen da učestvujem u muzičkom kampu kao profesor, kao učitelj. Na što sam ja vrlo voljno rekao da, zato što mislim da ne postoji ništa bolje od toga da ja sada širim znanje, sviranje tako jednog lijepog instrumenta kao što je gitara na nove mlade ljude. A táborban több hangszeren is tanulnak a gyerekek játszani. Van, aki a tanárnál otthon dobol, más a könyvtárban zongorázik, vagy énekel profi zenészek vezetésével. Lovas Amadea basszusgitározik. Én 2 évvel ezelőtt kezdtem el basszusgitározni, azért, mert nagyon erőteljes ez a hangszer, megdögös. A zenetábor vasárnap kezdődött, és jövő szerdáig tart.
Az idén közel 40 gyerek vesz rajta részt. A legkisebbeknek az eddig évekhez hasonlóan didaktikus és ritmikus játékokat tartunk, amelyek hozzájárulnak a hallási érzékük fejlesztéséhez. Az idősebb résztvevők a hangszereken való játszás mellett különféle zené műhelyeken is részt vehetnek a táborban. Megismerkedhetnek a dalszövegírásával, a színpadi fellépéssel, bemutatjuk a pop és a rock zene történelmét, a tábor végén pedig kvízjátékot is szervezünk számukra, és felmérjük, mi minden sikerült megtanulniuk. A zárókoncert a Birabilli sörözőben lesz augusztus 28-án, szerdán 19 órakor. Iskolaváró családnapot tartottak Uromhegyesen. A játékos gyermekfoglalkozásokon az általános iskola diákjai vettek részt. Az eseményt már negyedik éve szervezi meg az Uromhegyesi Faluház Alap és Uromhegyes Helyi Közösségének Tanácsa. A programot a Tartományi Oktatási Titkárság támogatta. Teljesen megtelt gyerekekkel az Uromhegyesi Faluház, a diákoknak különféle játékokban kellett részt venniük. Voltak könnyebb feladatok, mint például tapintásra felismerni az állatokat. A nagyobbak azonban logikai feladatokat is megoldhattak. Minden sikeresen teljesített feladatért pont járt, amit értékes tanszerekre válthattak be a gyerekek. Van akadálypálya, ilyen. Mit kell kérdezni, és akkor arra pedig válaszolni kell. Neked melyik a kedvenc játékod? Az, amire válaszolni kell. Szerintem az agymenős játék a legjobb, mivel ott nagyon sok pontot kapsz. Hány pontot sikerült összegyűjtened, és mire fogod beváltani? Hát most 8-at és egy füzetet és ragasztót fogok venni belőle. Az eseményen mintegy 100 gyerek vett részt, és még az a 14 kisdiák, aki most kezdi majd az első osztályt. Az esemény célja nem csak a barátkozás volt, hanem az is, hogy a tanulók felkészüljenek az iskola kezdésre. Ahogyan az előző években, úgy idején is a Tartományi Titkárságnak és Uromhegyes Helyi Közösség Tanácsának köszönhetően valósult meg a mai program. A rendezvényre az általános iskolás tanulókat vártuk, valamint az első és második osztályos diákokat felnőtt kíséretében tudtuk fogadni. A kitartó munkáért mindenki megkapta a megérdemelt jutalmat. 2 pontért ceruzát, golyóstollat és órarendet kérhettek, 3 pontért kisméretű füzetet, míg 5 pontért nagyméretű füzetet, tolltartót és hátizsákot. Lovaglás, lovas játékok, kézműves foglalkozások, íjászkodás. Ezek a programok várták az 5-től 12 éves korosztályt a lovas napközis táborban Tótfaluban. Az eseményt az Almás Vas Deres Hagyományápoló Egyesület szervezte. Csütörtök délelőtt elkezdődött a 3 napos lovas tábor Tótfaluban, ahol a gyerekek kipróbálhatják a lovaglást és megtanulhatják a lovak tisztántartását is. Összesen 20 gyerek vesz részt az elkövetkezendő napok programjain. Megszimogattam a lovakat és kezdtünk lovagolni. A gyerekek napja lovaglással indult, sokan most lovagoltak először. Később közösen megfürdették a lovakat, de az ostorcsattogtatást is megnézhették, a bátrak pedig ki is próbálhatták. Eltettük a lovakat, megtakarítottuk, aztán meg lovagoltunk még. Te lovagoltál már? Nem, csak most. És milyen volt? Nagyon jó. A következő napokban még íjászkodás, több ügyességi játék, csutakolás, lócsemege készítése és a lovak fürdetése vár a gyerekekre. Lehet simogatni, cukik, meg hogy nagyon barátságosak. És miért szeretsz lovagolni? Azért, mert jó móka. A szervezők törekedtek arra, hogy minél több érdekes foglalkozást és programot szervezzenek a gyerekeknek. Céljuk, hogy a legkisebbek közelebbről is megismerkedjenek a lovakkal, és megtanulják azt, hogy hogyan kell velük bánni. Tulajdonképpen nekik az a lényeg, hogy meglegyen ez a biztonsági érzet, hogy fent ülhetnek, tapinthassák a szőrét, ugye, beszélhetnek hozzá. Magának a lónak ugye megvan az a
kisugárzása, hogy egy biztonságérzetet ad, lenyugtassa a gyerekeket, és valójában szerintem ezért fontos nekik ez a fajta foglalkozás. A lovas tábort minden évben két részben szervezik meg, egyszer júliusban egy sátortábor keretében, majd augusztusban a fiatalabb korosztálynak. Jövőre a két tábort egy időben szeretnék megtartani, hogy minél többet tudjanak ismerkedni, barátkozni a gyerekek. Megújul a Nemzeti Vágta, amelyet október 4-e és 6-a között rendeznek Szilvásváradon. A legnagyobb újítás, hogy nem kettő, hanem háromnapos lesz a lovas ünnep. A 0. napon a Nemzetközi Rendőr Lovas Versenynek ad otthont a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ. A 18 év alattiak idén már kettő korosztályban indulhatnak. A 10 és 13 év közöttiek a huszár gyerekvágtán, a 14-től 17 évesek pedig a kis huszárvágtán, vagyis idén először a 17 éveseknek is lehetőségük nyílt indulni. A nemzetközi futamra a világ minden kontinenséről érkezik lovas. A tájékoztatás szerint a szervezők rövidítettek a távokon, így téve még szorosabbá a küzdelmeket. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Elkezdődött néhol a kukorica betakarítása Vajdaságban. Öntöző rendszerek kiépítését támogatja a tartomány. Felújítások a topolyai Bambi iskoláskor előtti intézményben. Lovastábor tartanak Tótfaluban. Köszönjük figyelmüket, további hírekes információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Legközelebb 8 órakor lesz híradó, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!